Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a Dunkin' Biscuitnek a Revoke nevezetű fertőtlenítő szerét fogjuk kipróbálni. Ahogy mondtam, ez csak fertőtlenítő, tehát ne tisztítónak használjátok, ez fertőtlenítésre van. Viszont lehet használni emberi kezen is akár, a kezeket lefertőtleníteni. Amit most én fogok csinálni, egy akármilyen APC van, most bekutyolvott a másik flakonba, néhány felületet megtisztítok azzal az APC-vel, amit rendszeresen tapogatunk, és utána pedig lefertőtlenítem. Mert ugye azért tudni kell, hogy ezek a mindenféle tisztítószerek, ezek szépen tisztítják a felületet, viszont ugye nem távolítanak el minden bacit meg vírust. Erre vannak a fertőtlenítők, amik viszont nem feltétlenül tisztítószerek. Tehát értelemszerűen meg kell tisztítani a felületet, utána pedig le kell fertőtleníteni a felületet. Úgyhogy essünk is neki. Ácsi, ácsi, apró betűs. Ezt a terméket ingyenesen kaptam a waxwork.hu-tól, nem vásároltam, de az őszinte véleményemet fogjátok látni, hallani.
Hát ő volt tehát a Dunkin' Biscuit Revok. Most gyorsan elmegyek egy kis sütikért, utána mutatok még valamit, és akkor összegzünk. Sütike. Nyam, nyam, nyam. Fincsi volt megint. Na, tehát még egyszerű volt a Dunkin' Biscuit Revok. Ahogy láttátok, olyan felületeken is lehet használni, ahol ételt készítetek elő. Ugye teljes mértékben biztonságos, megöli a baktériumoknak és a vírusoknak a nagy részét. Amúgy is érdemes ilyesmiket használni, de ugye ezekben az ínséges időkben meg még inkább. Úgyhogy amúgy egyszerű a használata. Igazából azt írja, hogy rá kell fújni a fertőtlenítendő felületre, és utána letörölni, de én a kocsiba inkább úgy szeretem használni ezeket a cuccokat, hogy ráfújni mikroszálas kendőre és úgy bedolgozni. Viszont a konyhai felületeken akár használhatjátok, úgyhogy közvetlenül a felületre fújjátok. Illata semmi, bár ez lehet akár rossz jel a számomra, de nem, csak mókáztam, tehát nincsen neki illata, semmilyen. Úgyhogy hát azt teszi, amit neki tennie kell. Úgyhogy nyugodt szívvel tudom ajánlani. Ezzel a videó véget is ért, ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el megnyomni a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen és ehhez hasonló videókról. Szeretném megköszönni a figyelmeteket, és találkozunk a következőben. Sziasztok!